Szóló és kamara koncertet tartott november 27-én az Egressy Béni Alapfokú Művészeti Iskola. Ez az alkalom két növendék számára az első színpadi fellépést jelentette. Az igazgató szerint ez egy meghatározó lépés, és a családok életében is fontos pillanat. Ez egy nagyon fontos állomás, és el is dönti azt, hogy lesz a folytatás, hogy milyen élményekkel, milyen emlékkel megy el a család is, a gyermek is, és hogy tér vissza. Most azért én hiszem azt, hogy ezek a pillanatok tovább lendítik a gyerekeket, és hát ugye a koncerten hallható produkciók alatt láttunk nagy növendékeket, már gimnazistákat, tehát bizony-bizony azért itt sok évet eltöltenek a gyerekek, és ennek van azért komoly látszata is a produkciókban. Nyilván a kicsiknek a fellépése az azért fontos, mert eldönti, hogy szeretem ezt a műfajt, hogy kedvelem-e, hogy megmutatom, amit a négy fal között megtanultam. Tehát ez egy nagyon fontos pillanat, úgy gondolom. 13 produkció csendült fel. A haladó hangszeresek számára is kihívás minden ilyen hangverseny, hiszen nem csak a hangszeres tudást kell bizonyítani, de a színpadi drukkot is le kell győzni ilyenkor. Ez az alkalom többeknek egyfajta főpróbaként is szolgált a versenyek előtt. Holnap is mennek, valóban János Somorján lesz egy részfúvós minősítő verseny. Évek óta járunk, és hát hallható volt több rezes növendék, akik tavaly is szép díjakat hoztak, hát bízom benne, hogy idén is gazdagítják a sort. Illetve hát a közeljövőben is lesznek olyan versenyek, amire készülünk. Az egyik legmeghatározóbb, hogy a mai koncert, kamarakoncert is volt egyben, hogy idén, az idént úgy értem, hogy ebben a tanévben, 2019 tavaszán a mi iskolánk rendezi meg újra, 3 év után újra a megyei kamarazene versenyt. A hangverseny záró produkciója az ütősöknek nagy sikert hozott. Ozák Adrien igazgatónő úgy fogalmazott, nagy öröm számára, ha a színpadon örömzenélést lát. Sótlanul, érzelem nélkül zenélni bármikor lehet, ez nem korosztálytól függ. Egy icipici gyerekben is meglátjuk már a tehetséget, hogyha benne van az a tűz, ami ehhez a műfajhoz kell. Az tény, hogy 10 év után nyilván sokkal magasabb színvonalon kezelik már ezeket a hangszereket, és tudnak elvonatkoztatni a hangoktól, a kottától, és át tudják magukat adni a zenének. Ma sok ilyen arcot láttam, és nagyon boldog voltam. Az ütő tanszakhoz visszakanyarodva Mennyhárt László tanár úr, azért ő több mint 35 éve iskolánk tanára, és hát ismerjük az ő munkásságát, Komárom város is kitüntette már, több neves díja van, elismerése, nem véletlenül, azt gondolom, hogy szeretnek hozzájárni a gyerekek, és szakmailag egy olyan produkciót tud mindig a színpadra állítani, ami öröm a közönségnek és öröm a diákoknak is. December 12-én lesz egy olyan növendék hangversenyünk, amin inkább a kisebb gyerekek lépnek a színpadra, és a tücsökvonós zenekarunkat hallhatja a közönség. 17-én a nagyobb növendékeink, illetve a vonós zenekar produkcióját hallhatják, és 20-án pedig a hagyományos tanári hangverseny, amire várjuk a komáromi közönséget nagy szeretettel. A főpróbaként is emlegetett műsorszám a zeneiskola karácsonyi repertoárjában is szerepel majd, hiszen az idei esztendőben is megajándékozzák a komáromi lakosságot muzsikával.